Sziasztok, én Aliz vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy miket kaptam idén szülinapomra, szóval kezdjük is rá. Először is a szüleimtől kaptam egy telefont, ami egy iPhone 6S, és feketébe, és 32 GB-os, és nagyon szeretem, nagyon jó. A három legjobb barátnőmtől megmutatom, hogy miket kaptam. Szóval Annától kaptam egy ilyen párnát, és ilyen közös képek vannak rajta, most nem tudom mennyire látszódik. Rékától kaptam egy ilyen powerbanket, és ez most hasznos, mármint jól jön nekem, mondjuk úgy. Meg Tamitól kaptam egy fülbevalót, most itt van a fülembe. Szóval igen, ilyen cukibagyos. Nézzük tovább. A nagybátyámtól megmutatom, hogy miket kaptam. Először is kaptam 2 óra hosszabb végbordozást, amikor majd megyek Kecskemétre, és ezt kipróbálhatom, és szerintem ez nagyon érdekes lesz. Tőlünk kaptam még egy könyvet, aminek az a címe, hogy Kivéthetetlen szerelem, és azt mondják, hogy ez nagyon jó könyv, szóval nem tudom. Majd elolvasom. Tőlük kaptam még ilyen csokit, és akkor egy nagyon cuki írja, hogy boldog szülinapot. Mi van még? Kaptam ilyen csoki rudacskákat, és ez bele kell rakni a meleg tejbe, és akkor elolvad, és akkor ez ilyen tök finom, de én szoktam magába is enni. Meg tőlük kaptam még ilyen blúzt, amit meg is mutatom, hogy hogy néz ki. Meg tőlük kaptam még egy ilyen cuki képeslapot, és ennyi. Akkor az egyik osztálytársamtól még kaptam egy ilyen hajfestéket, amivel most igazából be lett festve a hajam, csak most, hogy be van fonyva, így nem látszik, de majd a holnapi vlogban szerintem látni fogjátok, és akkor ez ilyen kék, de nekem sötét a hajam, ezért nem annyira látszik, de azért elég jó. És Ivettől, az egyik kézlabdás barátnőmtől kaptam egy cuki kaktuszt. Nagyon szeretem a kaktuszokat, és ez annyira cuki. Szóval rakja, belerakom. Akkor az unokatestvéreimtől kaptam még ezt a nadrágot, és ehhez kaptam még egy ilyen fánkos blúzt, és a hétnek a minden napja rajta van angolul, és akkor ez is így tök cuki így egybe. Egy másik osztálytársamtól kaptam egy ilyen párizsos blúzt, így néz ki. Meg kaptam egy másik osztálytársamtól ezt a blúzt. Szóval igen, ennyi. Ja, nem ennyi, várjunk. És szinte egy másik osztálytársamtól pedig kaptam ezt. Szóval ennyi volt ez a videó, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk holnap, vagy holnap után. Nem tudom, mikor nézitek a videót, na mindegy, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!